Hajnali kezdés, hétvégi munkanapok. Ilyen feltételek mellett dolgoznak a sütőipari vállalatok alkalmazottjai. Ennek köszönhető, hogy minden reggel friss kenyér, zsemle vagy más pékáru kerülhet a boltok és a pékségek polcaira. Többek között ez az egyik oka annak, hogy a fiatalok miért nem választják ezt a hivatást. A munkaerő hiány régóta probléma az ágazatban. Nagyjából 3 és 5 ezer közötti munkavállalóra lenne szükség. Jelenleg körülbelül 20-22 ezeren dolgoznak a sütőiparban. Nem csak pékszakmunkásra lenne szükség, hanem kisegítő munkásokra is, így például gépkocsi vezetőkre és árukiadókra. Javaslatokat tettünk arra vonatkozóan, hogy az Agrárgazdasági Kamara és a Mezőgazdasági Minisztérium felé, hogy véleményünk szerint hogy kéne az oktatást alakítani ahhoz, hogy legyenek pékek. Nem a legkedveltebb szakma a fiatalok körében, de mi mindent megteszünk azért, hogy megmutassuk nekik a szakma szépségét, próbáljuk őket meggyőzni arra, hogy miért jöjjenek ide, miért legyenek pékek, miért legyenek pékcukrászok. Tehát azt gondolom, a Pékszövetség jelentős támogatást ad abba, természetesen a sütőipari vállalkozásoktól begyűjtött információk alapján, hogy milyen irányba kellene vinni az oktatást, az utánpótlás nevelést ahhoz, hogy legyenek szakembereink. Ez az évek óta tartó folyamat az egyik oka a mostani áremelkedésnek is. Az ágazatot több negatív hatás is érte az elmúlt időszakban. Januárban a malmok, mint a legjelentősebb alapanyag beszállítók jelezték a liszt árának emelkedését, illetve az energia, az üzemanyag és logisztikai költségek emelkedése is gondot okoz a vállalkozásoknál. A munkabérek is jelentősen növekedtek. Ennek oka az is, hogy 2020. januárjától a minimálbér is nőtt, közölte Septe József. Egyéb alapanyagok áremelése is bekövetkezik, illetve megkaptuk a beszállítóktól az értesítést ezekről az alapanyag áremelésekről. Gondolok itt például a margarin, élesztő, vaj és hasonló termékekre. Ugye itt nagyon nagy mértékben közrejátszik az, hogy a forint és az euró árfolyama számunkra nagyon kedvezőtlenül alakul. Ezek az okok végül oda vezettek, hogy a pékségek jövedelmezősége évek óta rendkívül alacsony, a legalapvetőbb termékeket veszteséggel, a legtöbbet pedig minimális, de egyértelműen csökkenő áréssel gyártják, tette hozzá a Pékszövetség elnöke. Egységes áremelkedésről nem lehet beszélni, minden érintett saját maga határozza meg, hogy mikortól és milyen mértékben növeli az árakat. A sütőiparnak is fontos lenne a fejlődés. A munkaerőhiányt leginkább az automatizálással lehetne megoldani, ehhez a fejlesztéshez azonban jövedelmezőség kell, közölte Septe József.